Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazin műsorunkat láthatják. Testületi ülést tartottak kedden a Városházán, mai magazinunkban elsőként erről számolunk be Önöknek. Milyen napi rendi pontokat tárgyalt ma a képviselőtestület? Összesen 6 napi rendi pontot tárgyalt a képviselőtestület. A 6 napi rendek a következők voltak. Első napi rendi pontban a város költségvetését módosította a testület. Ez már többedik alkalommal. Elsősorban az oka az, hogy a folyamatosan érkező központi támogatások módosulása miatt szükséges módosítani. A testület egyhangulag elfogadta a módosítást. Ez azt jelenti, hogy Ajka város költségvetési főösszege mindegy 15 millió forinttal növekszik, egész pontosan 7 milliárd 991 millió forintra módosul. A következő napi rendi pontban a testület az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletet módosította, el is fogadta kis kiegészítéssel. Gyakorlatilag 2002-ben módosította utoljára a testület a bérleti jogviszonyról, vagy a bérletről szóló önkormányzati rendeletet. Már idejét múlta, nagyon sok olyan időközben a lakosság részéről érkező módosítási javaslat, vagy igény merült fel, ami miatt ezt a rendeletet most a testület módosította. Egy kis kiegészítése lett végül is az új, most már struktúrájában is más, kicsit más rendelet elfogadva, mégpedig az, hogy egész pontosan azok eddig ugye az önkormányzati bérlakások esetében a nem fizetés felmondási ok volt, de most kiegészül egy újabb ponttal, nevezetesen arról van szó, ahol a engedély nélkül befogadások történnek, abban az esetben is kezdeményezhető a bérleti jogviszonynak a felmondása. Harmadik napi rendi pontként a közösségi együttélés szabályainak, valamint ezek elmulasztásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása volt. Ezt a rendeletet a testület már még tavasszal alkotta meg. Tulajdonképpen új eleme csak annyi van benne, hogy most a rendelet kiegészült azzal, hogy a nem megfelelő viselkedés mód esetén szankcionálhatóvá válnak bizonyos dolgok. Például arról van szó, hogy miután a testület a nyáron fogadta el az új parkolási rendeletet, elterjedt a városban nagyon sok helyen, hogy játszótereket és zöld területeket alkalmaznak, mindegy kibújva a rendelet alól, nagyon sokan a parkolás alól. Ez lakossági felhívásra is módosítja az önkormányzat, részben a rendőrség is jelezte ezt a problémát, így most a jövőben szankcionálhatóvá válik az, akik nem a normál parkolóhelyet, hanem mondjuk zöld területet, játszóteret használ gépkocsi parkolására. Következő napi rendi pontban a testület a Nyugat-Dunántúli Közlekedési Központ ZRT-vel kötött közszolgáltatási rendeletnek a módosítását fogadta el. Ez a rendelet minden évben tárgyalásra kerül az önkormányzat által. Itt tulajdonképpen a városi közösségi közlekedésnek a szabályozásáról van szó. Jó hírként lehet elmondani, hogy mivel mind a 2015-ös, mind a várható 2016-os infláció olyan mértékű, ezért a társaság nem tartotta indokoltnak a különféle díjaknak, itt a jegyárak, a bérleteknek, vagy elveszett bérletpótlásával kapcsolatos költségeknek az emelését. Tehát tulajdonképpen a 2015-ös tartalommal fogadta el a testület 2016-ra ezt a rendeletet. Sőt, egy-két helyen például az előbb említett elveszett bérletpótlása esetén még csökkennek is a költségek. A közlekedési központ, mikor a javaslatát megtette, tulajdonképpen hivatkozik egy előzetes statisztikai felmérésre. A jelenlegi hatályos, illetve a jelenleg működő vonalak, viszonylatok vonatkozásában nem lesz változás. A tavalyi szerint fog működni 2016-ban is. Volt egy rendkívüli napi rendi pont, a cím egész pontosan így szól, hogy ipari park cím elnyerésére támogatói pályázatot kíván beadni a Phoenix Ipari Park Társulás, és az önkormányzat ennek a pályázatnak a beadását támogatta.
A Fidesz-KDNP frakció hogyan értékeli mai képviselőtestületülést? A mai képviselőtestületülésen minden napi rendet támogattunk, amit a városvezetés előterjesztett. Volt két olyan napi rend, amelyhez külön véleményt szerettünk volna fűzni, amennyiben a előterjesztéshez meghívott vendégek eljönnek, de erre nem került sor. Az egyik ilyen előterjesztés a Volánnal kötött koncesziós megállapodás. Szerettük volna a koncesziós megállapodás megkötése mellett természetesen megbeszélni azt a Volán vezetőivel, hogy néhány olyan külső kerületben, amelyben a sok bejelentés érkezett az alacsony és a magas padlós buszok váltogatása miatt azért, mert nem tudnak leszállni az utasok a buszokról. Szerettünk volna ilyen jellegű eredményeket elérni, de sajnos nem tudtuk megbeszélni a Volán vezetőivel, de majd erre módot találunk. Illetve a másik napirend pedig a békés egymás mellett éléssel kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása volt. Tudniillik, mi hoztunk egy olyan rendeletet, amelyben szankciókkal tudjuk sújtani azokat a lakókat, akik esetlegesen nem élnek egymással békés egymás mellett élést. Elég gyakran előfordul az, főleg a parkolási rendelet módosítása miatt, hogy zöld területeken, közterületeken parkolnak autók engedély nélkül és szabálytalanul. Erre a városvezetés további szankciókat helyezett kilátásba a rendeletbe. Ezt természetesen támogattuk, hiszen nem lehet azt a magatartás formát elfogadni, hogy valaki zöld területen parkol, de felkívántuk hívni arra is a figyelmet, hogy ez azóta van így, amióta a város drasztikusan megemelte a parkolási díjakat és kiterjesztette a parkolási zónát majdnem minden belvárosi utcára, úgyhogy szerettünk volna erről egy konstruktívabb vitát lefolytatni, de erre nem volt fogékony a városvezető koalíció.